Vannak vidékek kietlen messziségekben veszetten. Kányádi Sándor Oki Asalcsi balladájával nyitották meg a Vannak vidékek Udmurföld című tárlatot a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A kiállítás címét Kányádi Sándortól kölcsönözték, remélve, hogy ezáltal értő és érző kapcsolat születhet a magyarság és a velük rokonságban álló udmurtok között. A Magna Hungária területén élő magyarság hajdanán kapcsolatban lehetett a velük szomszédságban élő udmurtokkal. Ezt a több mint ezer éve megszakadt kapcsolatot szeretné előtérbe helyezni a kiállítás. Egy csodálatos népművészetű népnek láthatjuk a művészetét, tehát rendkívül híres szövők, nagyon híres zenéjük van, nagyon szép kéregedényeik vannak, és egy csodálatos hiedelemviláguk van. Tehát ez mindannyiunk számára érdekes, mert belelátjuk a magunk őstörténetét is. Az udmurtok a finnugor népcsoporthoz, annak Permiágához tartozó nemzeti közösség. Fél magyarországi összterületen élnek, az Uralhegységtől nyugatra, a Káma és a Vjatka folyók között. Udmurtia ma az Orosz Föderáció tagköztársasága. Hivatalos adatok szerint 500 000 élnek a világban, de körülbelül már csak fele annyian beszélik a nyelvet. Közéjük tartozik Petrova Anasztázia is, aki meghatódva mesélt szülőföldjéről. Több mint 10 éve lakok itt Sepsiszentgyörgy mellett Tibikfalván, és minden nap a hazámra gondolok. Itt a kiállításon szeretnénk megmutatni egy pár képet az otthoni világról, a udmurtiáról, hogy milyen a kultúra, milyenek az emberek, milyen élet folyik ott. Érdekes, hogy a mentalitás egy kicsit másabb, nem olyan, mint a magyaroké. A magyarok ugye temperamentusabbak, az udmurtok inkább, én azt mondanám, hogy északi mentalitásúak, egy kicsit úgy csendesebbek, de nagyon szeretnek azért mulatni, itt látszik a képeken is, szeretnek nagyon énekelni. Van egy olyan mondás is, hogy az udmurt, mikor malomba megy, akkor is énekel. A kiállítás alapját a fényképek képezik, melyeket Miklós készített. Az elsőt éppen 25 évvel ezelőtt. A család 4 évet élt Násztya szülővárosában, Izsevszkben is, így volt lehetőség a helyi népzenét és táncot tanulmányozni, és gyűjtőutakra indulni. Az volt a lényeg, hogy ezektől az emberektől, amit még lehet, úgy a zenéjüket, mind a tudásukat összeszedegetni, leírni, és ezt a hegedű játékot megpróbálni újra-újra feléleszteni, hogy ez ne tűnjön el. Udmurföldön megélt személyes élményekről, emlékekről, néprajzi kutatásokról mesélnek a fotók. Szemléltetik a vendégfogadást, a népi építészetet, a jellegzetes faházakat, az udmurtok életében fontos szerepet játszó szaunákat, melyeket a fiatalházasok hamarabb megépítenek, mint a házukat. Betekintést nyerünk a népi mesterségekbe, a népi hangszerekkel pedig Miklós ismertette meg közönségét, szólt a hagyományos udmurti hegedű. A két lány, Kata és Gyöngyi egyaránt beleszületett az udmurt és a magyar népi kultúrába. Ez a hétköznapi életünkről szól. Tehát az, hogy a lányok, ahogy megszülettek, két nyelven nevelődtek, meg tehát gyakorlatilag a mai Bigfalvi házunk egy kis székely múzeumnak is felfogható, az épület, amit tele van udmurt tárgyakkal. Ezeket a tárgyakat hozták el a kiállításra, berendeztek egy udmurt szobát, ugyanakkor két női és egy férfi népviseletet is láthat az érdeklődő. A harmadik tér az udmurtok vallási hitvilágát mutatja be. Ahogy elindult az orosz térítés, ami gyakran erőszakos térítés is volt, volt egy része az udmurt embereknek, aki azt mondta, hogy mi megtartjuk a régi vallásunkat, és hát mondhatjuk, hogy tömegek költöztek át Baskiria területére, hogy ott meg tudják tartani a hitüket, és a mai napig élik. Tehát ez tényleg érdekes, hogy ott vagy egy szent ligetben, imádkoznak előtted a papok, megeszik a szent kását, összegyűlnek faluközösségek, a maradék kását
üstökbe, edényekbe, szekereken hazaviszik, és az otthon maradottak is ugyanúgy részesülnek ebből az áldozatból. Csodálatos, hogy ez ma még látható. A Vannak vidékek Udmurtföld című tárlat március 30-áig látogatható a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban.